A Gizella díj szakrálisan is képvisel egy eszmét, azt, hogy minden gyermekben ott a lehetőség, ott rejlik a csoda, amely az élet nagyszerűségét is hirdeti. Ezzel a gondolattal alapította Kellár F. János Immanuel a Gizella díjat, amelyet 2014 óta eddig összesen 6 alkalommal adtak át a Szentendrén tanuló fiataloknak. A díjjal nem a tanulmányi vagy a sport teljesítményt jutalmazzák, hanem a példamutatást, az empátiát, a természethez és az emberekhez való hozzáállást, és még sok más jó tulajdonságot. Igen, én ezt a díjat 2013-ban alapítottam. Mindig nagyon fontos elmondani, hogy a díjnak az érdemrendjét azt Pistyür Imre Munkácsi díjas szobrászművész tervezte. És hát egy olyan álmom valósult ezzel meg, nagyon fontos volt számomra, hogy egy olyan díjat hozzunk létre, mely nem csak a tanulmányi eredményeket és a sporttevékenységet díjazza, mint oly sok esetben a gyerek, legalábbis ebben a korosztályban, hanem úgy gondoltam, hogy hiánypótló nem csak város és regionális szinten, hanem országosan is egy olyan díj, ami az általános iskolás korosztálynak ezeket az erényeit és ezeket a kincseit díjazza és ismeri el. És hát tulajdonképpen az inspiráció az nagyon sokrétű volt esetemben, a Gizella az édesanyám neve is, belőle is nagyon sok erőt és hitet merítettem egész életem során, és nagyon sokat köszönhetek neki, de hát nagyon sokat köszönhetek a tanáraimnak is, és hát a saját életemből is azért nagyon sok kis ilyen inspiráció morzsát gyűjtöttem össze, amire úgy összeállt az a kép, hogy tulajdonképpen mit is szeretnék megvalósítani és megfogalmazni ezzel a díjjal, és 2014-től adjuk át immáron a 6. alkalommal. A díj névadója Immanuel édesanyja Fodor Gizella, aki szentendrei könyvtárigazgatóként, művelődés szervezőként és magánemberként is rengeteg értéket teremtett a városban. A Gizella díj jelöltjeitől is elvárják, hogy gondolkodásukban és cselekedeteikben megnyilvánuljon az önzetlenség, a becsületesség és a szeretet. Nagyon sok olyan diák van és gyerek van, akikben nagyon nagy kincsek lakoznak, és például én, hogyha mondjuk például a tanulmányi eredményt említettük, én nagyon nagyra tartom, amikor valaki mondjuk kinkeservesen nagyon sok munkából 2-ről 3-asra javít, nem feltétlenül csak kitűnő bizonyítványt kell elismerni, és hát ilyen szempontból is én ezt nagyon sokra tartom így a díj kapcsán, hogy ilyen pici dolgokra próbál figyelni. A tanároknak is mindig elmondjuk, hogy itt apróságokat keresünk, gesztusokat keresünk, hétköznapi szürkeségek közt azt a kis szint, és szerintem ez nagyon sok gyereknél benne van, és ezt szerettem volna megmutatni és tulajdonképpen díjazni. A Gizella díj alapszabálya szerint a szentendrei általános iskolák minden évben egy jelöltet állíthatnak ki. A pedagógusok és az igazgatók május 7-ig Gizella napjáig nyújthatják be pályázatukat a bizottságnak. Idén 7 diák részesülhetett az elismerésben, akik közül egy valaki az érdemrendet is elnyerte. A díj alapítója azonban kiemelte, hogy a jelöltek közül mindenki győztesként tartanak számon. Minden évben ez egy hatalmas öröm, és egy kicsit, hát nem is, mindenképp egy ilyen örlődés is van az emberben. Ezt talán a bizottság tagjai nevében is mondhatom, mert hát a díjnak egy nagyon fontos eszmeisége, a példaállítás, és itt el fogom mondani a díjátadón is, hogy nagyjából miből tevődik össze a díjnak a háttere, mi ez az egész misszió, de nagyon fontos az is, hogy mindenkit próbálunk díjazni. Tehát itt nem úgy álmodtuk meg, vagy nem olyan versenyhelyzetet próbáltunk teremteni, mint nagyon sok díj esetében, hogy most itt a végletekig fokozzuk, és egy valaki fogja megkapni a díjat, és a többiek vesztesek, hanem azért találtuk ki, hogy aki ide kerül, mindenki ugyanolyan oklevelet kap, ugyanolyan ajándékokat kap, elnyeri mindenki a Gizella díjjal jelölt címet, sőt, hát a tévébe, rádióba, bárhova megyünk, én mindig az egész csapatba gondolkodom, együtt viszem el a diákokat, nem pedig csak a győztest. Nyilván ez egy nagyon nehéz döntés, és egy nagyon szubjektív is, tehát azt is mindig felszokott merülni, hogy itt tulajdonképpen bárki kaphatná a jelöltek közül, mert csodálatos jelöltek szoktak itt lenni, és mindig egy nagyon nehéz döntés, hogy mégis kinek adjuk az érdemrendet. Nyilván ez kikerülhetetlen, de azért az egész díj úgy épül föl, hogy akik ma itt megjelennek, őket mind megtapsoljuk, és mindenki győztesként ünnepül. Egy 5-tagú bizottság dönt minden évben. Én vagyok a bizottságnak az elnöke, és benne van Pistyür Imre barátom, aki az érdemrendet tervezte, illetve Vilems Jolanda, Horváth Judit és Kertész Kata. Gyakorlatilag mind csodálatos emberek, és azért is jó, mert nagyon sokat tudok tőlük tanulni, és nagyon, nagyon nagy hasznára vannak ennek a díjnak.
Az idei év jelöltjei Bereznai Tamara Laura, Csordás Vízi László, Kupenk László, Nagy Kolos Zétén, Repárszki Rihárd, Richter Lilla Judit és Tatár Márton voltak. A Gizella díj érdemrendjét önzetlenségéért, megbízhatóságáért, közösségi munkájáért és példátlan emberségéért a Barcsai Jenő általános iskola volt diákjának, Tatár Mártonnak ítélte oda a bizottság. Nagyon érdekes történetek vannak. Van olyan igazából, nem is akarok egy valamit kiemelni, azt tudom elmondani, hogy idén is azzal szembesült az ember, amikor elmentünk, több helyen voltunk interjút adni a csapattal, és tulajdonképpen minden évben ebbe ezzel szembesül az ember, hogy ott ülnek a gyerekek megszeppenve az elején, nehezen lehet egy-két szót kihúzni, és akkor kérdezik a riporterek, vagy a rádióba, vagy a tévébe, hogy hát mégis te miért kaptad, vagy miért jelöltek. És a legtöbbször hát az a válasz szokott lenni, annak ellenére, hogy tényleg fantasztikus dolgokat írnak le a jelölő tanárok, hogy mennyire önzetlenek, figyelmesek, hogy segítik a hátrányos, vagy sérült, vagy lemaradt társukat, mennyi plusz munkát vállalnak, hogy állnak a környezethez. Tehát most is nagyon sok ilyen történet volt. De mindenki azt mondja, hogy igazából nem tudja. És ez nem is abból adódik, hogy nincsenek képbe mondjuk a díjról, vagy azt, hogy nem tudják, hogy itt mit is kéne mondani, hanem nekik ez abszolút természetes. Tehát, hogy amik itt ma előkerülnek és érdemként fogjuk kezelni, az ebben a korosztályban még tényleg belülről fakad, és semmiféle mesterkélt dolog nincs benne, tehát tényleg őszintén így gondolják, és nekik ez a normális, ez az az élet, ahogy élni kell. És ez mindenképpen egy ilyen mindig szívet melengető dolog. A Gizella díj jelöltjeinek értékei és cselekedetei minden gyermek és felnőtt számára példamutatók lehetnek. A díj első nyertesei ma már fiatal felnőttek, akik közül sokan a mai napig becsületes és önzetlen életet élnek. Tartom többekkel a kapcsolatot, sőt, hát olyanokkal is, ugye az a csodálatos, akik nem nyerték meg az érdemrendet, hanem jelöltek voltak. És hát nagyon jó szívvel gondolok rájuk. Szoktam például Facebookon is üzenetet kapni, volt, aki például a saját verseit küldte el, hogy elkezdett verseket írni. Úgyhogy ez mindenképp egy hatalmas büszkeség. Még én is szokom azt, hogy tényleg az első díjazottak már hirtelen felnőtté váltak, és most már elkezdték azt a felnőttkori életet. De hát ez mindig olyan visszaigazolás is, hogy csodálatos embereknek látom most is őket és azok. Úgyhogy mindenképp ez egy büszkeség, hogy én is jelen lehettem egy picit az életükben. A Gizella díj ünnepi átadóját szeptember 30-án tartották meg a Városháza dísztermében. A rendezvényen ez alkalommal is közreműködött Balázs László Gábor, aki verseket szavalt a közönségnek. A teljes programról bővebben beszámolót láthatnak pénteken Művészváros című magazin műsorunkban.